Sziasztok srácok, üdvözöllek titeket Olaszországban! Ha ezt a videót nézed, akkor már tulajdonképpen ott vagyunk Olaszországban, és egy pár napot eltöltünk ott, ahol esküvői sztájlt sutot fogunk készíteni. Folyamatosan megy a tervezés, hogy lesz, mint lesz, miket fogunk csinálni. Igazából majdhogy nem percre pontosan meg van tervezve minden. És hát most megérkezett egy csomag, mégpedig ő, amit mindjárt ki fogunk bontani. Hát jöttek csillagszórók, ugyanis a tengerparti lesz ilyen kamuszertartás, meg háttér, meg dekoráció, amit Csepinek az anyukája, Camilla Decors fog biztosítani. Na hát utazás előtt hány nappal vagyunk most, János? Vasárnapig bezárólag még van 3 egész napunk és egy kevés. Most Jánossal elmegyünk, aki lesz a sofőrünk a Benelux Express-től. Jánosban egyébként nagyon megbízunk, tehát ő lesz az ő gépjármű parkja és maga a szaktudása nagyon-nagyon rendben van. Így ő fog minket vinni, ő lesz a privát sofőrünk ezen a túrán. És most megyünk egyébként Cservenák Csepinek az anyukájához, a Camilla Decorshoz, és ott megnézzük a kamuszertartásnak az elemeit, ilyen dekorációs elemeket fogunk ott nézni, hogy fér be az autóba. Tudom rakni, és szét tudjátok forgatni. Uh-huh. Például azt a helyett. Jó. Akkor ugye ezek a levélkék vannak. Nem tudom azt, hogy milyen idő lesz. Október lesz, és kiszámíthatatlan. Már láttunk időjárás jelentésben, most láttam olyat pár nappal ezelőtt, vagy egy héttel ezelőtt, hogy a Dolomitoknál szakadt a hó. Én nem ilyen felvételekre vágyom, de hát október van, és ez 2-3 ezer méter magasan van, szóval nem lehet tudni, hogy mi lesz. Ruhákból viszünk, vagy 6 kollekciót, menyasszonyi ruhából. És hát... Nagyon izgulok, soha nem raktam még össze egy ilyen komplex dolgot, mint ami most ez lesz, de hát ennyit az előkészületekről. Hello! Hello! Hát tetszik, hogy megvan a minden ruha, de bízunk benne. Én 6-ra emlékeztem, de lehet, hogy csak 4. Bemutatom Juditot, ő a Bianca Szalonnak, meg a VR-nak a egyik vezére. Hát a millió éve benne van a szakmában, és hát ez az egész utazás egyébként egy ilyen közös projekt. Ugye úgy volt, hogy ti is jöttök ki velünk, csak... Sajnos technikai okok miatt nem készült el az a buszunk, amivel mentünk volt, viszont minden másban segítünk. Nagyon szívesen támogatunk benneteket ruhákkal, dekorációval, amit szeretnétek, és remélem, hogy akkor mi is így egy kicsit belekeveredünk a programotokba. És hát péntek van, vasárnaphoz képest már csak 2 napunk van hátra, és finishbe kerültek itt a pakolások, meg a szervezkedések. Nagyjából feltöltöttem, még otthonra is fogunk tölteni. Mavic 2 Pro, viszünk egy GoPro-t is, kis állvány, objektívek, kábelek, kontrollmonitor. Ugye jön a gimbal, és hát itt az a kofferben rengeteg kábel, töltők, hosszabbító, mi egymás. Viszünk derítőt,
kisállványt, minél kevesebb helyet foglaljon. És ami nagyon jó, megjött a DJI Avata tesztre, drone kuckótól. Amivel azért fel lehet dobni a felvételeket, én még soha nem próbáltam ilyen FPV drónt. Elég húzós héten vagyok túl, sokkal lezábbra terveztem ezt a hetet, de hát közben jött egy rendezvény, méghozzá Békésőben a Garabonciás napok, ahol minden nap át kellett mennünk fotózni, videózni. Még nagyon össze kell rakjam itt a szkripteket, ugyanis erről az egész útról ugye készül ez a YouTube videó, egy ilyen trip jellegű vlog, valamint az Avatát fogjuk letesztelni, egy külön teszt videót fogok készíteni, valamint, ami nagyon-nagyon fontos, hamarosan érkező, januárban, most már azt gondolom, hogy szinte 100%-ig kijelenthető, hogy valamikor januárban indulni fog a Wedding Masterclass online kurzusom, ami nagyon-nagyon komoly és összetett anyag lesz. Téged is érdekel, akkor itt van a link a leírásban, szóval tudtok arra jelentkezni, és innen is fogok felvenni kurzushoz anyagot. Legelsősorban egyébként arról szól, hogy nagyon király ilyen esküvői style shootot hozzunk létre, és abból egy nagyon ütős, akár nemzetközi szintű videó is lehessen belőle. 8 fős lesz maga a stáb velem együtt, meg nyilván lesz egy pár, meg húgom jön sminkelni, és hát ugye jön Csepi, Jobbi Gergő, meg Budás Peti is erre az útra. Pontosan ki van számolva, hogy mire mennyi időnk van, így nagyon kell tartanunk magunkat az ütemtervhez. Na és akkor megérkeztünk egyébként Olaszországba, elfoglaltuk a szállást, itt vagyunk La Speciába. Gergő már talált is egy kis gitárt, és akkor azzal elkezdett nekünk kicsit zenélgetni, hogy kicsit olaszosabb hangulatba kerüljünk. Na hát bemutatom nektek, hogy milyen szobánk, milyen cseppjen enged egy picit, hogyha lelővi azt a tök jó képet. És körbevezetlek titeket, engedj már ki! Körbevezetlek titeket itt a kéróba. Ott van a tehes. Oh. Hello. Jöhet a peles végre. Na, egy kis pelesre indítjuk bizony a dolgokat. Jó, várjatok. Ott az autó, amivel jöttünk. És akkor most visszasétálok. Na és akkor itt jövünk, ez itt az előszoba. Ide akasztjuk a ruhákat. Hello. Itt van Csepi. Egy fürdőszoba, még egy fürdőszoba. A szobádat be lehet mutatni? Persze, most van bent valaki, nincs? Hát ezt meg Réka itt fog lakni az elkövetkezendő két napban. Van itt kalap, tükör. Egyébként sokkal nagyobb ez a hely. Sokkal nagyobb ez a hely, mint egyébként a bookingos képeken. Van még egy ugyanilyen szoba, csak most oda nem megyünk be, mert öltöznek. És akkor ez meg a fotósok, videósoknak a rezidenciája, itt ahol Gergő is zenél. Szia Geri! Halé! Jó, van itt egy nagy asztalunk egyébként, ide le tudjuk pakolni a cuccokat. Kis hangulatos, olaszos stílusú szállás ez egyébként, de nagyon-nagyon hangulatos. A Slim Effectet már fölraktad, hogy úgy veszel? Fel. Akkor most éppen ide lehányjuk a cuccainkat. Hajnal 2-kor indultunk Gyuláról, aztán 4 óra fele felvettük Gergőt Pesten, és hát igen, itt alszok én, meg Csepivel alszok itt, vagy ki alszik itt? Szerintem Csepivel alszok. Csepivel, te meg Petivel ott, itt fogjuk tölteni a cuccokat, ilyesmi. De ami nagyon fontos, hogy viszonylag sietnünk kell, mert hát egy körülbelül fél óra múlva el kell induljunk Manarulába, aminnen körülbelül egy olyan 20 percre van, és ott akarjuk felvenni az első snitteket, egyébként Rékáról, meg a Tesszről. Vannak elképzeléseink, viszont eléggé fáradtak vagyunk, elég hosszú volt az út, de megpróbáljuk most kicsit felfrissíteni magunkat. Megmutatom nektek közben a kicsent és a sminkszobát. Van itt mindenünk egyébként, kávét is tudunk főzni, cukor van kikészítve nekünk, hát igazán el vagyunk látva. Van pálinka is. Érkezőben van. Hát ez jó voltából. Itt van Nóri, aki a sminket fogja csinálni. És hát már pakolja is ki ide a kis croissant mellé. Kis
cuccait. Te jól betankolod a hallat. Ugyeljétek, ez a kajszi, ez nekem most a kedvenc pár inkább. Remélem ízleni fog. Jézus, hát ez hova készültél? Hát mondom, nehogy már kevés legyen. Jobban menjen, tudod a fotózolás. Így van, így van. Csókolózni is kell. És akkor innen, innen kijövünk, ide, a balkonra, azaz a teraszra, és hát ez a látvány fogad minket. Elképesztő. Hát igazi olasz hangulatú. Kis dimbes-dombos oldalt vagyunk, és ott van már a tenger, ott. Na, szóval nincs is több időm igazából. Nekem is készülnem kell, össze kell pakoljunk, és hát induljunk akkor Mana Rólába. Mana Róla Olaszországban La Spezia megyében található. A Ligur-tenger keleti partján fekszik, Mana Rólát a rómaiak alapították. 1997 óta a közeli Palmária, Tino és Tineto szigetekkel, valamint Cinque Terre többi településével együtt az UNESCO világörökség része. Elképesztő színes házaival a part mentén csodálatos képet mutat. Az első felvételeinket a gáttörő sziklákon szerettük volna elkészíteni, viszont a képek nem adják vissza, hogy ezek mekkora nagy darab sziklák, amiket valahogyan meg kellett mászni. Nem volt egyszerű. Az a baj, félek, hogy megcsúszok. És menj át szép lassan kész csókba. Már nem megyik oda, én béna vagyok ez. Addig én balazzak? Nagy nehezen, de sikerült abszolválni a dolgot, és hát a sziklán nagyon jól nézett ki Atesz meg Réka, és megpróbáltuk meglőni. Igaz, már azért naplementing nem igazán volt, viszont a felvételek mégis nagyon-nagyon királyak lettek. Majd telefogtuk ki a feladatot. Na jó, jó, azzal csináljátok. Kicsit így, nézd csak kicsit így. Nagyon szép. És néha előre is próbálhatsz így kidőlni. Jó, oda ki, megkérjük őket, hogy menjenek onnan el, szerinted? Nem? Ezt a zöld cuccot, ezt kellene beadni. Is it yours? Sorry! Sorry! Hey! Guys, hey! Sorry! Guys! Sorry guys! Is it yours? Yours? Can we put it away? Because... Thank you! Na hát ez elég necces volt, ezt ne próbáljátok ki otthon. Tehát Csepi kivételével szerintem mindenki más egy kicsit be volt tojva. Most még éppen van fényünk, szóval most még itt megsétáltatjuk őket, itt lesétálunk ide a tengerpartra, ennél a kis szorosnál. Sikerült még drónozni is, szóval folytassuk. Szép. Szuper. Ez fog benne. Keresztbe kéne rakni a lábadat. Most ránk sötétedett, alapvetően, amíg a kék órában vagyunk, még Gergő lő egy pár képet, én is elkapok ebből pár pillanatot, de már izón azért 3200-on vagyok, már nem nagyon tudok feljebb menni, F1-4-en, és hát szerintem mi kb. Így be is fejeztük ezt a dolgot. Hát nagyon rohanós volt, nagyon izgalmas volt, de hát mindent a felvételekért szerintem, ez elképesztő. Megvagyunk mára, holnap
most meg kell vacsorázzunk valahol, mert holnap reggel megint korán kelünk, és jövünk ide vissza. Ilyen, megpróbálunk ilyen turisták nélküli üres városi felvételeket rögzíteni. Na hát ennyi volt mára. Fogalmam sincs. La Speciában vagyunk, egy remek pizzériában. A következő rész tartalmából. Hát bejött a számításunk, ugye amit előzetesen láttunk, hogy esni fog az eső, és hát valóban szakadó esőre ébredtünk. És hát most valahol ez az állapot van, hogy lesz szerencsénk valamilyen szinten. Fáradt a banda, megfáradt a banda. Egy másfél napja vagyunk itt, de annyit megyünk, annyi a program, hogy olyan, mintha már egy hete itt lennénk Oroszországban.